singing Deck the Hall, but it's not like Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had. Na hát, az a helyzet, hogy most voltam matekon, szóval most már felébredtem, és kicsikét frissebben nézek ki. És most kinyitottam a kis adventi kalendáriumomat. Idén sajnos nincsen kozmetikai kalendárom, csak csokis. Ami amúgy nem rossz, csak mostanában pont, hogy kerülöm a csokit, mert azóta lett kevésbé pattanásos az arcom, és ezért inkább kerülöm, mert nem tesz jót. De amúgy tavaly is volt. Ugye ez a Douglas-es kalendárom ott van fent. Azóta is egész évben kim van. Most egy eléggé random bejelentkezés volt, de legalább nem felejtettem el vlogolni. Szóval, a mai napon az lesz a program, hogy felhozzuk a karácsonyi díszeket. Ide a szobámba is, illetve lentre is. Illetve amúgy apának van a szülinapja ma, úgyhogy ajándékozni fogunk majd. Meg hát még be is kell amúgy neki csomagolni az ajándékát. Amúgy holnap pedig anyának lesz a szülinapja. Hál' Istennek már neki is sikerült ajándékot venni, úgyhogy ezzel sincsen gond. Mit akartam most szerintem mondani? Amúgy a hétvégén bőven van dolgom, mert több írásbelim is lesz jövő héten, és igen, tanulnom kell, szóval lehet, hogy már ma neki kezdek, mert holnap még megyünk a testvérem, lesz a konferáló egy ilyen Mikulásváráson, és oda megyünk. Meg amúgy holnap még pakolnom is kell, ugye, intrire. Amúgy még nem is volt ilyen vlogmas, ahol így teljesen rendesen jártam volna suliba, mert az az év, amikor középiskolás voltam és vlogoltam, az olyan volt, hogy pont Covid volt még, és online voltunk egész decemberben. Ami amúgy hiányzik is, hogy őszinte legyek, de így jártam. Most majd ebbe is betekintést nyerhettek. Annyira el voltam foglalva a vlogmas vágással, hogy észre sem vettem közben, hogy havazik! Mistáján nagyon szép, amúgy nagyon jó lenne, hogyha valami meg is maradna belőle, de nem hinném, hogy megfog, mivel egész eddig esett. Szóval szerintem elolvad, amit leesik, de annyira szép. Most pedig megyek ebédelni, utána kirakom az első vlogmast, bár már december 2-a van, de most még kicsi meg vagyok csúszva velük. Utána befejezem a 2-at, és azt is ki szeretném rakni, és közben igyekszek ebbe is vlogolni. Szóval most egy kicsit itt káosz van a fejemben, de majd belejövök. Elvéreltünk, úgyhogy lassan megyünk aztán díszítgetni most már, és este amúgy lehet megyünk programozni, de még nem biztos, úgyhogy egyelőre nem mondok róla semmit, de majd meglátjuk, remélem úgy, hogy megyünk, mert akkor legalább a vlogmas is izgalmas lesz. Egyébként még jobban beindult a havazás, és annyira szép! Helyzetjelentés. Kiraktam az első vlogmast, vágom a 2-at. Közben sajnos elállt a havazás, és nem maradt meg belőle semmi, szóval nagyon jól gondoltam, hogy nem fog maradni semmi. És most amúgy ilyen érdekes sárgaság van kint. Ilyen... A kamera az abszolút nem adja, de amúgy esküjélőben sárgább. Egyébként apa most kapta tőlünk születésnapjára egy ilyen Parkeres tollat és jegyzetfüzetet. Meg ezt a parfümöt is. Már meg vagyunk, és most éppen öltözök, ugyanis már biztos, hogy menjünk arra a kis programra, amit már említettem, az pedig nem más lesz, mint jégdiszkó Győrben, szóval ilyen kocsolyás diszkós szerűség,
Úgyhogy odaindulunk. Jó melegen öltözök, de mindjárt megmutatom a pontos outfit. Ilyen jó meleg, kényelmes, de csini outfitet válogattam össze, úgyhogy így leszek. Az okni az lehet, hogy hülyén néz ki, de úgyis csizmában leszek, szóval nem fog látszódni. Ennyi is mutattam, de ilyen lett a körmöm, ilyen kis barna és arany francia van rajta. Már kicsit kezd a karácsonyi felé haladni, de még nem teljesen karácsonyi. Hozzácsaptam a szethez még egy sapit és egy kabit, csizma, és viszont még kesztyűt is, meg sálat. Ennyike. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas time. We'll be chillin' and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter if it's Christmas. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Hogy mind a ketten egy kellően nagyot estünk, úgy döntöttük, hogy a korizásból elég lesz. Én még az elején taknyoltam egyet, gyorságra estem. Egy ideig próbáltam megmenteni, de aztán úgy döntöttem, hogy mindegy, jöjjön, aminek jönnie kell. Virág elé meg kiment egy gyerek. A utolsó pillanatban pedig addig olyan szépen. Hát most már hazaértünk, és eléggé csövesbe vágtam magamat. Amúgy nagyon-nagyon jó volt ez a kis korizás. Ittunk forrad bort, ittem forró csokit, ettünk csúroszt. Nagyon-nagyon finom volt a csúrosz. Én életemben először, amikor Párizsban voltunk, akkor ettem csúroszt, és az szörnyű volt. Tényleg őszintén katasztrofális. Olyan volt, mintha sült krumplit ennék, sós volt, vagyis egy inkább íztelen, és kevés volt hozzá kevés volt hozzá még a csoki is, úgyhogy nagyon nem ízlett. És ez viszont nagyon-nagyon finom volt, ilyen jó puha volt a belseje, a külseje viszont roppanós, volt rajta fahéjas cukor, nagyon-nagyon ízlett. És karamell szósszal ettük, bomba jó volt. Ennyi. Ja, és sikerült egy elég nagyot esnem. Annyi volt igazából, hogy elvesztettem az egyensúlyomat, és segre estem. De így lendületből, elég durván. Úgyhogy most úgy fájdogál, azért úgy érzem, hogy történt valami, de meg leszek, túlélem. Szerintem amúgy ma már úgysem fogok mondani semmi érdekeset, vagy csinálni, szóval ki is köszönnék. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett, és találkozunk holnap a Vlogmas következő részében. Addig is, sziasztok! Really don't know what Christmas is all about.